Réges-régen, messze innen, egy birodalom közepében élt egy rendmániás gonosz király, lakhelye egy hatalmas vár. Sok-sok állat, csomó ember, az adót bizony fizetni kell. Az emberek csak azért bírják, mert olyanok, mint a birkák. Minden állat szelíd jószág, kivétel a ravasz rókák. A király akárhogyan akarta, megszelídíteni őket nem tudta. Erre nagyon mérges lett, bezárta így hát őket, erre most már boldogan, hátradőlt a fotelban. Ám egy róka okos volt, a ketrecéből ő kibújt, kijátszotta az őröket, búvó helyett most hol lehet? Szép jó reggelt mindenkinek, gyönyörű napra virrattunk, virág! Szevasz Klárikám, milyen szépen zöldelsz és narancssárgáskodsz itt mellettem. Szóval jó reggelt. Ideje munkához, látni, alig várom már itt egy csirke a hűtőm tetején. Meg ott kint kettő kicsi. Azért tudd már, hogy hol a helyed csirke. Vegyük elő szépen a listát. Szevasz Jessica! 6 damage-es kard. Jó reggelt, ödönpajtás! Gondolom köszöntél, csak nem hallottam, mert te egy disznó vagy. Na! Állatkáim! Létszám ellenőrzést tartunk most ebben a pillanatban. Azt mondja, van tehenek! 3 darabnak kell lennie, mintha minden igaz. 1, 2, 3. Szevasz Borjas! Borjas? Báránykának 3 darabnak kell lennie. 1, 2 és 3. Ti is megvagytok, királyok vagytok. Csirkécskének 5+1 van ott benn. Azt mondja 1, 2, 3, 4, 5. Jó, fogjuk rá. És 1 ödön. Ödön! Van is egy tojásom. Tojásból jó lenne tartalékolni, mert majd jön az ellenőr és szükség lesz rá. Ugyanis sajnos igen nagy elmaradásban vagyok tojás ügyileg. Hogyha szabad így fogalmaznom. Hú, akkor még learatom a gabonát, és vágok egy kis fát, hogy legyen itthon, mert soha nem tudjuk, hogy mikorra fog az kelleni. Ez talán el fog húzódni addigra, amíg megjön az ellenőr. Jó napot! Jó napot, egy pillanat, csak még learadtam a gabonát. Jó napot, kicsit későbbre számítottam, vagy vártam magát. Jöjjön, kerüljön beljebb a házacskámba. Én és Pacinom végre megjöttünk. Értem, jó napot kívánok. Fáradjon be, kérem. Rendben. Szóval akkor ellenőrzés, igaz? Igen. Na, mondja, mennyi tojást ad a királynak? Hát, az az igazság, hogy van nálam most ugyan 4 darab, de nekem is kell, de ennek a felét odaadhatom. De mivel igen rossz évszakok voltak, és a csirkék vagy a kotlósok nem nagyon plottyantottak Toiglingót, ezért sajnos csak ennyivel tudok szolgálni. Ezt a kettőt is odaadom, ígérem, megadom magának a tartozást, csak kérem, tekítsen el ettől a pár hónaptól, vagy pár hónap elmaradástól. Tudja, Sétov, ez nem működik. Tudom, sajnálom. Egy óra sem működik, ha nincsenek benne a rendes alkatrészei. Értem, és akkor mi lesz most, vagy? Hát, 1 hetet kap, hogy kifizesse az elmaradását. Értem, azonnal tojatom a csirkéket meg minden, csak kérem, ne zárjon a várbörtönbe. Rendben, bocsánat és ne haragudjon, most viszlát. Vaj, hogy nem viszlát, nem akarom elküldeni ilyen hirtelen, csak... Tudja, még van egy kis elintézni való dolgom a csirkékkel, öntök beléjük lelket, és... És egyet mondjon. Mondok. Ha van róka a házban, és nem mondja el, akkor életfottingat kap.
Értem, értem, de nincs róka, és nem is lesz. Nem igazán kedvelem őket, mint tudni illik. Nem lesz róka, nem lesz. Nem lesz. Rend. Rendben, akkor... Akkor viszlát és beszélek a csirkékkel. Szia, szamár, pacinum. Aki szamár. Viszontlátásra. Viszlát. Viszlát. Hú, hát ez húzós volt. Jó reggelt mindenkinek! Megint csodálatos napra virrattunk itt a völgyben. Már csak éppen, hogy össze kéne szednem a tojásokat. Igen. De jó reggelt neked, virág. És akkor munkára, mert hogy ugye jön következő héten vagy hónapban, fogalmam sincs a behajtó. Akkor először is állatellenőrzés. Állati jó, szervusz Ödön. Ödön. Kicsit aktivizáld már magad, te is itt élsz. Mi ez, csirke tollak? Szerte szét. Na, állatok ellenőrzés. Azt mondja, tehenek 3 darab. 1, 2 és 3. Király, ez megvan. Bárány 3 darab. 1, 2 és 3. Ez is megvan. Csirke 5+1. 1, 2, 3, 4. Hol van az ötödik? Hol van az ötödik csirke? Ott a tolla. Hol van, nem láttátok? Mi ez? 2 toll van nálam és 2 tojás, de a 2 tojás az most... Hol van? Erre... Csirke! Mi történhetett ezzel? Úristen! Úristen! Jézusom! Egy vadállat! Egy veszélyes vadállat! Gyere Ödön! Gyere Ödön! Ödön! El kell mennünk! Ne arra menj! Arra van! Jézusom! Maradj itt Ödön, légy szíves. Én addig körbenézek, hogy hol az a fránya róka, és szerzek valami fegyvert. Ahó. Ó, róka, 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 róka. Jó, gyorsan bemegyek fegyverért. Gyere, Jessica. Gyere, Jessica. Te vagy az utolsó reménységem. Mármint nem pont az utolsó, de te vagy Jessica, a kard. Hol van ez a fránya róka? Ödön. Eddig minden biztonságos. Úristenedet! Mit képzelsz te magadról, te róka? Jézusom! Hagyj békén, ez fáj! Uram, ég! Egy beszélő vörös róka! Jézusom, már mi lesz még a mai nap? Előkerülnek a csirkék, vagy Ödön a padláson lesz, vagy micsoda? Úristen, még mindig len van a róka, még mindig len van a... Ödön! Ödön, te hogy kerültél ide föl? Na mindegy, addig jó, amíg itt vagy. Ott van, lenne egy róka, inkább maradj itt, én lemegyek, megnézem, jó? Te maradj itt. Tudududum. Tud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 um. Oké, kommandó, kommandó, kommandó. Nagyszerű. És egy forgásra átlendülök oda. Dududududududududum. Oké. Jézusom! Úristen, a szívvajt hozza rám ez a róka. Hello, kedves róka. Szervusz. Én Rudi vagyok. Vörös Rudi. Rudolf. Most komolyan? Rudolf a nevet? És tudsz beszélni? Egy róka, aki tud beszélni, és Rudolf a neve. Vörös ráadásul, mint a rénszarvasnak az óra, aki szintén Rudolf volt. De én nem vagyok rénszarvas, én egy róka vagyok. Ezt mondjuk látom. Ugye nem fogsz bántani minket? Engem, minket. Hát, nem terveztem, csak éhes voltam. Na persze is, hogyha legközelebb éhes leszel, akkor majd jó fölfajsz minket, meg a szegény teheneket, meg a disznóim nincsenek csak egy. De tudod mit?
tudod mit? Hajlandó leszek veled osztozkodni. Enyém a ház, az állatok, a termés, és minden egyéb, amit itt látsz a telken, és tiéd pedig ott a rókajuk. Hát, rendben van. Mennyit rólad? Persze, meg majd az én telkemen egy róka, azt jön majd az ellenőr, azt jól kikapok tőle, nem? Hát akkor meglátjuk, körbe kerítem az egész telkemet, csak azért is. Ó, a francba már, elerett az eső. Mindegy, most az állatok kibírják addig. Itt is gyorsan így jó lesz, jó. Be. Hú, de hideg van kint, azt a leborult részván fütyülőjét. Hú, szervusz Eden. Nem ezt akartam. Jövünk egy kicsit aludni. Na most elfoglaltad az ágyamat, remek. Jó, akkor én majd addig lenne alszom a kanapén. Persze már, Eden. Róka. Jó, gyere be! Köszönöm szépen szíves vendéglátásodat. Nem gyakran csinálok ám ilyet, nem gyakran. És egyébként is tudod, hogy ezzel most szabályt szegek, mert hogy nem szabad rókáknak lennie. Sajnos senkinél. Tudom. Ha már itt vagy, akkor hagyd tegyek föl neked pár kérdést. Mint férfi a rókának, igazából fiú róka vagy te? Azt hiszem, igen. Jó, bár mondjuk a hangodból ítélve. Hát mindegy, nőnek tippeltelek volna olyan a bundát. Na, szóval, térjünk rá a lényegre. Szóval, hogyan tudsz te beszélni, vagy hogy lettél ilyen hihetetlenül különleges róka? Hát, tudod, én nem voltam már mindig róka. Volt egy összetűzésem a boszorkánnyal, és sajnos átváltoztatott rókává. Azóta rókaként engedem napjaimat. Szóval így. És hát beszélni meg tudok. De várjál, hogy tudsz beszélni? A rókákkal tudsz beszélni? Vagy hát megérted őket? Vagy hogy működik ez? Természetesen azzal, hogy rókává változtatott, az emberi képességeim is megmaradtak, illetve a rókai képességek is hozzám csatolódtak. Szóval tudok beszélni rókául is. Wow. És ezt miért nem mondtad a királynak, az embereinek? Vagy nem volt rá alkalmad? Vagy hogy volt ez? Hát... Mondjuk úgy, hogy elég durván bántak velünk, és bekasztíztak mindannyiunkat, szóval alkalmam se volt rá. Wow, és hogyan tudtál megszökni? Mert azért ezt nem minden róka mondhatja el magáról, vagy hát igazából nem tud mindegyik róka beszélni. Igazából még egyel se találkoztam, amelyik tudod, de hogyan tudtál te megszökni? Hogy voltál hát te ilyen... Épp erről van szó. Én ugye ember voltam, ezért volt annyi eszem, hogy megszökjek, ahol egy kis rést láttam a falban. Viszont sajnos a többieket már nem tudtam magammal kimenekíteni, mert jött az őrség. Értem. És most, hogyha ha már itt vagyunk, hogy tegyek föl neked egy olyan kérdés, amit már régóta fel akartam tenni egy rókának, az, hogy mit mond a róka? Ring ding 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 ding. Ilyen hanggal akkor biztos szerepeltél valami tévéműsorban, vagy valami filmben, nem? Hát, tudod, amikor kicsi voltam, mert engem egész kiskoromban varázsoltak el, nos, akkor a magyar kisfúkban én voltam a kisfúk. Azóta üdöznek. Ja. És egyébként, ha szabad kérdeznem, te miért nem fönt alszol, hiszen éjszaka van? Hú, de gyorsan tereled a témát. Igen, igyekszem elterelni a kisfúkra a témát. Jó, hát igazából azért, mert egy disznó befoglalta az ágyamat. Úgyhogy most inkább itt fogok aludni a kanapén. Na, úgy. Kicsit átrendezem itt a szobát, azt kinyitom a kanapén. Ó, ezt csináltatott kerítést? Na mindegy. Ezáltal nem fog ki. Gyere, pacinom! Rudolf! Rudolf, kelj föl!
Kejföl Rudolf, itt az ellenőr. Letelt az egy hét. Gyorsan, valahova el kéne bújnod. Bújj be a hűtőbe. Nem, ez hülye ötlet volt, ott lefajtsz. A cseh... Bújj be a cseszbe, várjál. Jó, jó, ez is igaz. Vagy a cseszbe bújsz, vagy... Ahó. Menj, pillanat! Menj föl Ödönhöz, Jó. Maradj ott, és csönd legyen. Egy pillanat. A füzetke kell. Igen, jó napot! Itt vagyok. Ne haragudjon a megvárakoztatásáért. Jó reggelt. Bocsánat, csak tudja, a reggelek itt ilyen nehezen telnek, és hát tudja. De minden megvan, ami kell, tojás is, és fönn van a fönti chestben. Előtte csekkoljuk le az állatokat, mit szól hozzá. Úgy hallottam, azt is ellenőrzik manapság. Nézze meg, milyen szépek és egészségesek, és tök jók. Megvizsgálhatnám közelebbről ezt a helyet? Persze, miért is ne, fáradjon be. Mi ez a lyuk, zsédag? Már is megnézem. Hú, de kevés állatom lett hirtelen. Aha. Mi a probléma? Zsédag, egy rókajutnak tűnik. Ez... Hát ez itt egy semmi. Ez egy... Én ástam ki. Én voltam. Teljesen nyilvánvaló, hogy én voltam. Az árulhatók. Oké, két tojás még. Adóba. Plusz két tojás? Persze. Tessék, mert ott van egy. Kívül. Esküszöm, nincsen itt semmi róka. Arról tudnék. De hogyha és... róka lenne itt, akkor nem két tojást kapna, hanem egy olyan börtönt, ami életfogytiglan. Már is van egy tojás. Most tojták frissen. Tudom. Megtenné, hogy most elmegy. Amíg össze... plottyangatom a csirkékkel a tojást. Ki maga, hogy engem itt elküld? Hát, ami azt illeti, senki. Már is hozom a tojásokat, jó? Egy pillanat meg tudna itt várni, nem akarom, hogy bejöjjön, mert nagy a kupés. Az a rohadt róka. Valami gyanús ebben a zsédabban. De én kiderítem, hogy mi. A rohadt róka. Hol vagy, Robert? Itt. Egyébként Rudi vagyok. Robert, Rudi, egy kutya, már hogy róka. Mit képzelsz te magadon? Mondtam, hogy ne az én állataimat tegyed! Most miről beszélsz? Én csak azt tettem egy héten keresztül már, amit te adtál nekem. Persze. Valószínűleg. És higgyem is el neked. És az akkor mi az ott az a rókajuk ott kin a milyen kertemben? Rókajuk? Ott az állatoknál? De az enyémet már elmosta a víz. Jó, majd megbeszéljük. Most elküldöm az ellenőrt. A rohadt róka. Jó napot! Meghoztam mindaz 5 tojást, amivel tartozom. Maga 10-el tartozik. De miért hisz? Adtam. Ennyi volt benne, azt hogy... mondtam egy héttel ezelőtt, hogy 10 tojással tartozik. Jó. Akkor majd azt is visszafizetem. Mondjuk jövő héten. Jövő héten jövök, de maga nagyon gyanús alaknak tűnik. Pedig nincs bennem semmi gyanús. Hát akkor azt hiszem, hogy ennyivel tudtam szolgálni, most a tyúkok nem fognak tojni egy ideig. Jövő héten majd meglátom, mit tehezek, jó? Rendben, viszlát. Viszlát. A kaput miért nem lehet használni? De Zsédav, ez nem is az én lyukam. Mi? Akkor azt akarod nekem mondani, hogy van még egy róka, aki megszökött? Na ne hülyéskedjél már. Hát pedig nagyon úgy tűnik. Róka vagy. Fogjál szimatot, azt kövessük. Úgy érted, hogy most ugorjak be ide? Hát te beugrasz oda, én meg körbe megyek. Oké. Egy tojásra kevesebb. Aj, hogyha megtudom, hogy mégiscsak te voltál te róka. Esküszöm, nádpálcával foglak elnáspángolni. Na, merre megy a szimat? Hát arra, a hegy felé. Jó, én követlek. Erre! Ja, nem, bocs, arra. Hát nem tudom, hogy erre jötted, de nem erre jött. Ó, viszont látom minden a házat. Ha menjünk tovább. Hát ilyen nincs már róka, már fél megyét bejártuk, de még mindig semmi. Hát
ami azt illeti, most találtam egy jó nagy adag kulát, mint látod. Ez szerintem szag alapján ő csinálta, meg mennyiség alapján is. Jesszus, úristen. Wow, sokat evett, ahogy elnézem. Valami nagyja van dolgunk, de ez tényleg... Ez tényleg róka kula? Igen, én is ilyet szoktam. Vagy látom, ott végig csöpögtette. Ja, kövessük. Gyere. Jó, hát végül is akkor, ja, kövessük a szart. Hát ja. Végül is akkor szarnyomon járunk, nem? Vagy szarnyomon valami ilyesmi. Járunk. Igen. Aj, de jó. Hé, Zsidav, megtaláltam. Várj, te hisz? Ez egy lány róka. Remek. Nagyon jó, akkor tessék itt az összes kula. Ne, ahogy ne felszedtem. Bánc, inkább összeszedem. Hagyd őt. Figyelj, léci, vigyük magunkkal őt is. Léci. Jó, ne, hagyd abba. Okay. Magunkkal visszük, egy feltétellel visszük, hogyha beszélsz vele, és beszélj vele, kérlek, hogy ne ölje meg az állataimat, addig magatokra hagylak. Jó, rendben. Ring ding 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 ding. Kuladobó verseny. Na. Megérkeztünk, megbeszéltem vele. Á, király. És van neve is? Ja, az a neve, hogy Virág. Most komolyan? Virág? Nem. Virág. Ja, akkor Virág. Jó van, akkor... Nem Virág. 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 Jó. Virág. Na. Szép neve akkor, van. Akkor én itt eldobálom az összes kakit. Amondó vagyok, hogy menjünk haza, mert kezd esteledni. És nem szeretek kint lenni hidegbe két... Gyere, Virág! Illegális állattal. Gyere, Virág! Na, állj! A mai reggel is egy hajszálon múlott, hogy le ne bukjak. És most itt van még egy róka, ráadásul ez még besincsen idomítva, hogy nem tudom, lehet-e a rókákat idomítani, szerintem nem lehet. De amondó vagyok, hogy inkább adok nektek egy másik helyet a házban. Oké. Szóval gyertek. Mostantól te is, Virág! Itt fogtok élni, lenne a pinyóban. Értető? Oké. Legalább itt is meleg van? Azt csináltok benne, amit akartok, engem nem érdekel. A lényeg, hogy ne legyetek útba, és ne egyétek az állataimat. Menjél, Virág! Oké. Virág, gyere már! Itt áll kint, majd bemegy. Na jó Virág. Van. Jó éjszakát! Jó ét. Gyere már, Virág! Virág! Erre hallgatsz. Virág, gyere már! Tök jó meleg van odalent. Gyere már! Gyere, hogy meglátod, nem kell félni. Ne, menj már le. Menj le, hogy... Jó. Ott már helyben vagy. Na gyere, Virág! Feküdjünk le erre a szép róka... Remélem, hogy nem róka szőr vagy bőr szőnyegre. Hát mindegy, legalább finom, puha és meleg. Na, jó éjszakát! Mi az, hogy megszökött két róka? És ezt hogy mondjam el a királynak? Na jó, majd később ezt leveretem rajtatok. Jaj, nem hiszem el ezek az idióták. Fú, és engem fog a király még lecseszni. Jaj. Királyom, uram, mond. Van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz hírem. Mond. Két róka elszökött. Egy fiú és egy lány. Te idióta! Hogy engedhetted el őket? De csak két róka! Te ezt nem érted. Gyere, megmutatom. Rendben. Idióta. Hamarosan meglátod, kedves Platinum, hogy mihez kellett az a sok-sok róka. Oké. Na, szóval, kedves Platinum. Készen állsz, hogy meglásd az én zsenialitásom gyümölcsét? Igen. Rendben. Akkor gyere utánam. Hát nézd meg. Ehhez kell az a sok róka. Gyere, körbevezetlek. Hát akkor kezdjük itt. Ez itt egy hatalmas tartály, egy tank. Ebben a tankban forró olvat kőzet van. Ez melegíti fel. Az. Ez melegíti fel a gépnek a motorját. Aztán ezen az oldalon van, itt. Ez a víz, ez desztillált víz. Ebbe a vízbe rakjuk bele a rókákat.
itt a rókákat, ezen a csövön keresztül, ugyanúgy, mint ahogy a lábát és a gépbe jutatjuk, csak ebben a csőben nem belefolyik a motorba egy másik vezetéken keresztül, hanem itt transformálódik az endkőnek a segítségével. És itt van az utolsó helyszínünk. Gyere, kérlek, kövess! Beviszlek ebbe a gépbe, és elmagyarázom, hogy mi mire jó. Hát, uram, bármit is mondd, én nem értek semmit, de nyugodtan mondja. Először is elmondom neked, hogy maga a gép mire jó. Az egész gép azt tudja, hogy a felmelegítik a motort, és a rókáknak az életenergiáját is az Endstone beleszívja a gépbe, akkor engem olyan hatalmas erővel tölt el, amivel más ember és semmilyen teremtmény nem rendelkezik. Igazából csak egy alivik a rókák. De uram, nem lenne könnyebb más állatot használni? Nem, mert csak a rókákban van elég. Ravasság. És most megmutatom, hogy ezek a karok mire jók. Ez a gomb beindítja a rókáknak az energiának az áttransportálását a gépbe. A másik gomb, azaz ez, pedig arra jó, hogy a lávát elindítja a motor felé. És itt van ez a három kar. Ez a három kar pedig arra jó, hogyha mind a hármat meghúzzuk, a gép elindul. És ide kell berakni erre a két gomb közötti blokkra a slusszkulcsot, de ezt most nem teszem meg. Most menjünk ki innen. Jöjjön. Rendben. De van még egy kérdésem. Tessék, mondja. Nem az a baj a rókákkal, hogy utálja? Vagyis nem értem tudom ezt az egészet. Hát, nem tudom beszélíteni Duma, csak alibi arra, hogy elkaphassam őket. Igazából nem is érdekelnének a rókák. Csak az erejükkel. És most menjünk, gyere! Hosszú ideje nem aludtam már ilyen rókaszagmentesen. Igen, jó volt. Jó reggel, tudod, még mindig az ágyamban van ez a kis malac. Na! Milyen illatosak a fák. Igazából ezek virágok, de én fáknak hívom. Szóval, jó reggelt, rókák! Szervusztok, jó reggelt nektek! Jó reggelt, Zsida! Hello! Figyelj csak, tudnánk egy kicsit négy szem közt beszélni? Hát persze, szia virág! És egyébként hogy aludtál, rókakoma? Ó, köszönöm, egész jó volt, egész kényelmes. És miről szeretnél beszélni? Nos, tudod csak arról persze, úgyhogy virág ne hallja, hogy azért meg kell vallanom, tetszik egy kicsit ez a rókalány. Ó, te nekem. Kis kujon, hát mit csináltál az este? Még semmit. Ja, jó, persze. Hát akkor gondolom, az én nagyságos tehetségemet kérded a nőkkel kapcsolatban? Ó, hát ha tudsz valami jó helyet esetleg, azt megköszönném. Jó, mert igazából nem értek a nőkhöz, sőt, ők se értek magukhoz. Wow. Én elmegyek virágnak venni egy, hát ilyen, tudod, ilyen villogot, vagy nem villogot, hüle vagyok. Szóval hülye vagyok. Elmegyek virágnak venni egy némteget be a városba. Ti addig szedjétek össze magatokat, és menjetek el arra felé romantikázni. Lesz ott egy gyönyörű tó. Higgyétek el, tényleg megéri oda menni, nagyon szép, jó? Köszönjük, illetve hát köszönöm a tanácsot. Jól van, akkor én megyek is tovább. Gyanús nekem ez a zsétav. Arra van. Dum dirum dum 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 dum. Jó napot kívánok, kedves vándorárus! Én szeretnék venni egy... látom, nagyon el van. Szeretnék venni egy nameteget. Van nálam 32 zsozsó.
Erre már látom rögtön, hogy ne figyel. Üdvözletem, Zsédan uraság! Magának is szép, szép napot, gyorsan kifizetem a villagert. Magának Mit vett? Hát tudja, egy némteget vettem. Igen, mit akar elnevezni? Hát a tehenemet Bettinek. Tudja, már nagyon régóta gondolkozom, hogy el kéne neveznem valamelyik állatomat, és hát a tehenemre esett a választás, mert az egy tehén. Örült. De Zsédav. Igen? Csak tudja, magán tartom a szemem. Aha, igen. Viszont látásra viszlát. Viszlát, hú, hát ez viszlát. Aztán nem sokon múlott. Á, szevasztok, rókák! Szervusz. Örülök, hogy látlak benneteket. Fáradjatok be! Én voltam az első. Szennyi. Képzeld, Virág, hoztam neked egy némteget. Méghozzá, hogyha ki is jössz onnan. Még ma. Most elment úszni. Ja. Biztos büdös volt. Na, tessék. Virág! Tök jól áll rajta. Szép neve van. Tök jól áll. Na, meséljél már, hogy sikerült, mi volt? Hát azt gondoltam majd egyszer így kettesben, Icaka, hogyha lefeküdtünk, illetve lefeküdt. Jól akkor majd van, feljövök, aztán elmesélem. Majd holnap mesélsz. Egyelőre én most nagyon elfáradtam a mai nap, mert... Hát, mi is, szerintem. Jól van, na. Akkor jó ét nektek. Köszönjük. Jó? Sziasztok. Gyere, Virág! Ideig aludtam, volt nálam egy vödör egész éjszaka, de nem véletlenül volt nálam. Megyek, megnézem a rókákat, ám előtte megfejek egy tehenet, mert miért is ne? Mert én szeretek tehenet fejni, szevasz, tehén adjál tejet. Hú, de gyors volt. Ez volt ám a fejés, hú, ne gyertek ki. Na, utána learatom a termést, de most egy fontosabb dolgom van, méghozzá kicsikkel. Sziasztok, rókák! Jó reggelt! Hoztam nektek tejet, tessék. Nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Milyen fegyelmezetten csücsikélnek itt az angyoknál. Ja. Szárbusz, most rá. Éppen szopikázni készülnek. Ja, de jó, hogy hoztam a tejet akkor. És egyébként róka, gondolkoztatok már virággal a valami névválasztáson, vagy valamin... Ja, a kölyköknek? Igen. Nos, még nem, de hát mivel úgyis itt lakunk veled, ezért gondoltam, hogy téged is érhetne a megtiszteltetés, hogy elnevezd valamelyik kölyüket. Hát jó, nagy fej. Virág. Jó, azért ezt majd beszéljük meg máskor. Jó, játszunk velük egy kicsit, szerintem nekik is rendjükre lenne a játék. Na gyertek, skacok. Juhú, nézd, hogy dobom nekik a tojásom! Hihihi! Gyerünk, dobjuk nekik! Itt nekik! Hopp, kapd el! Ez nem igazán tetszik neki. Nem igazán. Nem baj. Az apjára ütött, ő is csak mindig vitt, azt soha nem hozott. Tessék, te is hozz vissza! Ő is az apjára ütött, remek! Ha, nézd már! Tessék, hozz vissza! Nem, neki nem kell. Tessék, te hozd vissza! Neki se fog kelleni. Ez pek. Zsidok, egy rókával, mint hogyha kevesebb lenne. Na ne vicceljél már! Biztos ide bújt egyébként az egyik. Hát mégis hova? Bár mondjuk... Ja, ez mondjuk igaz. Basszus! Jó ég. Lehet, hogy kiment. Ne. Ha, úristen, gyorsan megnézem. Úgy nyitva is volt. Úristen, meg ne lássa valaki, itt van. Kisorka, gyere vissza. Be, kijött közben még egy. Jól van, ügyes. Mindegy, bezárom a kaput, nem is tudom, hogy maradt nyitva. Tudtam, hogy Zsédav rosszban sándikál. Na megyek, hozok erősítést. Zséda, villámszerű ellenőrzés! Úristen, maradjatok itt, lapuljatok, jó? Rokák. Már is jövök, csak még leraktam a pincébe valamit. Jöjjön be, jöjjön kérem.
Parancsolja neki is, nyitom. Maradjatok itt, és várjatok a jelre. Jöjjön be, kérem. Esetleg megkínálhatom valamivel? Hát inkább csak kérdezgetnénk, Zsidó. Hát rendben, miben lehetek a segítségére? Nos, mi a helyzet a rókajukkal? Hát, tudja, mint kiderült, csak egy szimpla nyúl üreg volt. Igen. Tudja, a nyúlokat csak a Minecraft 1.8-ban fogják betenni. Igen, 1.8-tól. Nos, hát mióta megvette a Minecraftot a Microsoft, azóta össze-vissza jönnek a frissítések, és gondolom ez valamilyen előrehozott bug, akár micsoda lehet. Igen, és mi újság a gabonára? Hát, tudja, a gabona az nagyon jó megvan. Értem. De látom, nem nevezte el a tehenét. Bettinek. Rókákat ültek, igaz? A pincében vannak, igaz? Rendben. Fiúk, gyertek, a pincében vannak! Ne! Ne, kérem ne! Ők nem ártanak senkinek! Ő jó rúgja! Maradjon ki ebből! Ne! Á, hogy nem féltek be? Nem baj, akkor majd kijön tömegem. Álljatok készen! Ha kijönnek, lecsapunk rájuk! Hátráljatok meg! Gyertek, ne félj, mert én megmentem a családod! Gyertek, ne csináljátok! Mondom, ő jó róka! Jó menj innen! Most mit csinálják? Úristen! Ödön! Ödön! A te segítséget kell most nekem. A gazdádat elrabolták, és bajban vagyunk mindannyian. Segítened kell. Gyere, Ödön. Induljunk. Gyere, Ödön. Gyere. Na figyelj, te neked most itt kell örködnöd ezen a szent helyen. És nézd, hogy senki se jöjjön át az úton. Üdvözöllek, Shade. A rókák ugye jól vannak? Ugyanúgy be vannak zárva a cellákba, mint te. Aj. Platinum, hagyd el a termet, hagyja engem kettesben Zsédával. Ah, rendben. Szedd a csülkeid. Látod, Zsédav, ez jár annak, aki rókákat rejteget és megszegi a királynak a szavát. De miért kell a rókákat bezárni? Ez nem igazság. Csak azért, mert nem lehet őket beidomítani. Hát figyelj, Zsidav. Te oktalan ember. Most kiszabadítalak innen és megmutatom neked, hogy miért kellenek igazából a rókák. Gyere, Zsidav, most megtudod, hogy mire jók a rókák nekem. Platinum, te is gyere velünk. Nehogy esetleg Zsidav úgy döntsön, hogy kicsit rosszalkodik. Nem én akarom elvégezni a piszkos munkát. Nem. Gyertek le, srácok. Platinum, nyisd ki az ajtót. Hát ehhez a géphezethez kell nekem az a sok róka, Zsidav. Menj be, tekintsd meg életem mesterművét. Zsidav, ez itt. A The Machine for Fox. Ring ding 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 ding. Nem használhatod ilyen gonosz tettekre a rókákat. Ez nem helyes. Már elkésztjen, Zsidav. Egyébként is. Nekem kell ez az erő. De miért? Mert enélkül az erő nélkül nem tudom elfoglalni a környező városokat. Rabszolgasorsba döntök mindent és mindenkit. Én leszek az egész világ ura. És ez ellen nem tehetsz semmit. Ne! Most berakom a snusz kulcsát. Ez nem szabad! Ez nem szabad! Mi volt ez? Már semmi nem gátolhat meg.
megint ezek a hülye őrök. Ne, kiment az őr. Ezt nem tudom, meg kell állítanom. Még van egy róka. Gyere gyorsan ki. Gyere ki. Ne, gyere. Sétam, ne csináld. Ne, ne, ez nem minden tönkre teszel. Ne tedd ezt. Ne. Esküszöm, lekeverek egyet neki. Még a gép nem adta át nekem az összes Fox Energy-t. Ne. Támadás! Ne! Támadás! Én nem akartam rosszat, Hol van Virág és a gyerekei? Megmutatom, csak ne bántsatok! Családom, engedd ki őket! Úgy hiányoztatok, mindannyian. Rudi, hol vagy? Úristen! Itt vagyok. Rudi, hol? Hatalmas nagy gond van, látom, meglett a családod, királyság. Hatalmas nem nagy gond van. Öt nem ölted maradjatok meg? Itt. Hát, megkegyelmeztem ennek a szerencsétlennek. Oh. Ne üljetek, mert én élni akarok, és tudok nektek segíteni, szerintem. A királyból ilyen hatalmas nagy szörny izé-bizé lett. Micsoda? Mit csináljunk? Nem tudom, hatalmas nagy zombi tudom. Azt hiszem, hogy tudom a gyenge pontját. Rendben, hogyha megmutatnád, azt megköszönnénk. Ah! Gyorsan, ott lesz kin. Na jó, ennek jó. Nem tudom, mi a gyenge pontja, de van egy sejtésem. A királyunknak valami baj van az agyával, és azt helyre kéne hozni. Hát, mondd valamit, nem? Jó. Majd én vállalom. Én megyek a seregemmel. Nem. Neked családod van, nekem nincs senkim, meg semmim, csak egy telkem, meg egy disznó, aki mindig befoglalja az ágyamat. És mi lesz nekem ödönne? Kell mennem. Ödönt rátok hagyom, csak ne egyétek meg. Te hozd a csapatot, tereljétek el a figyelmét, én meg majd fölmászom egy hegyre, oda csalom magamhoz, és ráugrom a fejére. Igenis. Támadás, gyerünk, rókák, mindent bele. Utás! Gyerünk, srácok! Jó. Gyertek, srácok! Oké. Menj, Zsidag, menj! Jó. Sietek gyorsan. Jó. Bocsánat, kedves villager, én ezt most elvinném, mert szükségem lesz rá. Utás! Gyerünk, menekülünk! Tartsuk fel! Fel kell tartanunk még egy kis ideig. Nagyon jó! Oké, jól csináljátok. Oké. Hoppá, kiütöttem a kis földbakot. Nagyon jó. Na, most gyere ide, te szörnyeteg! Gyere ide! Háj, ez az, ez használt. Jó. Mindenki boldog lett a birodalomban, a rókák most már a szabadban. Nem kell több adót fizetni, így kell a történetem lezárni.